30-as években magyar orvosok turáni, ugoros, dinári fajtákra osztották a bevonuló katonákat. Istenként meg akarták teremteni az ideális magyart. Világhírű magyar formatervező, aki megjárt a Sztálin börtöneit, azt állítja, mindenki olyan tárgyat tervez, mint önmaga. Hosszúkás arcú, nyápic fiú vagyok, amolyan testnevelésből felmentve típus. Nem olyan, mint itt a képen Zeus. 60 évvel ezelőtt tekintélyes orvosok képzelték magukat Istennek, és az antik szobrokhoz hasonlították az ideális embert Németországban. Magyarországon a vidéki földművesekhez ilyeneket szerettek volna teremteni. Jó estét kívánok, Velti László vagyok. 60 év telt el, és az ilyen fajelméletek valószínűleg már az elmegyógyintézetben sem állnák meg a helyüket. A múlt század 30-as éveiben, majd rögtön látni fogják, politikai meggyőződéstől és származástól függetlenül sokakat foglalkoztatott a kérdés, milyenek a magyarok, és milyenné válhatnak. Bevonultak az első honvédújoncok. Kolozsvár laktanyái megteltek székely fiúkkal. Amikor ezeket a felvételeket készítették, a honvéd orvosok akkor kezdték el írni ezt a tanulmányt, a Fajta Kutatások Eredményei címűt. Azok a sorköteles fiatalok, akiket 1938 és 39 őszén hívtak be katonának, semmit sem tudtak arról, milyen vizsgálat vár rájuk. Valószínűleg egyikük sem sejtette, hogy a magyar fajták meghatározására használják majd személyes adataikat. Félmeztelenre le kellett vetkedni, jött egy stetoszkóppal, a szívünket megnézte, jött, megmozgatta a fejünket, és ebben magától értetődő volt, hogy itt a katonaságból kibújni nem lehet. A székesfehérvári Besenszky Dániel egyike azoknak, akik 39 őszén vonultak be. Ma 87 éves. Arra pontosan emlékszik, hogy származását igazolnia kellett, de soha senkitől nem hallott a fajta meghatározásról. Katonai szolgálatra alkalmas vagy alkalmatlan? Az újoncok mindössze ennyit tudtak az orvosi vizsgálat értelméről, pedig a fajta kutatás 10 000 ember adatait tartalmazta, minden 20. kis katonájét. Amikor bevonultattak bennünket, akkor igazolni kellett nagyszülőkig bezárulva, hogy tiszta keresztény származásúak vagyunk. Az gyakorlatilag 10 keresztlevél beszerzését jelentette. Ünnepiesen esküszünk a mindenható Istenre! A honvéd orvosok ilyen úgynevezett fajta meghatározási lapot töltöttek ki a kiskatonákról. Szerepel ezen az illető testmagassága, válszélessége, de például az ülőmagassága is. Tartalmazza a szem, a haj és a bőrszint. Ez utóbbiban világos, barnás és barna kategóriákat. Egy dolog hiányzik a lapokról, az újoncok aláírása. Végül a kutatók méréseik alapján ezekbe a csoportokba sorolták be a magyar embert. 8 különböző fajtába. Például északiba, ugorosba és alföldibe. Külön skatujába kerültek a cigányok, és ahogy írták a zsidó keverékek, meg a vegyesek is. Isten minket úgy segél! Amen! És most napjaink. A helyszín a budai vár. Itt lakik az antropológia, embertudomány, világhírű szaktekintélye. Pontosabban csak félig itt, mert minden ősszel és tavasszal az amerikai Berkeley, illetve Yale egyetemeken tanít. Egy kiszeliről van szó, és ezt akár onnan is tudhattam volna, hogy egy hatalmas családi címer díszíti a házának tetejét. Onnan nem tudtam. De sokat lehetett olvasni róla, mert Kiszeli István évtizedek óta kutatja saját és az egész föld lakosságának őseit. Nem magyar fajtákat, hanem nagy különbség, embertípusokat. Ez egy turáni típus, itt ebben ugye a hosszú arc miatt itt van egy felvidéki, tehát szlovák típus, ennél itt valószínű kun rokonság volt, 200 év múlva is így fognak kinézni, és 200 évvel ezelőtt is így néztek ki. Ez az a turáni típus, az a viszonylag kis liccelt szemmel, erős nyáromívezettel, ami Kárpát-medencében van, de nyugatabbra már nincsen. Itt már egy kis észak-felvidéki szlovák jellegbe játszott. Gondoljunk arra mondjuk egy Németh Miklósra, hát ugye is ismerős a személye. Ő például tipikusan ehhez a típushoz tartozik. Nem szoktam úgy név szerint embereket megnevezni. Már melyik típushoz tartozik? A turáni típushoz például. Nem szoktam én név melyik szerint. Én melyikhez tartozik? Jaj, azt nem. Soha senkinek nem mondom el. Tudom, de nem mondom el. Belső Ázsia, Kaukázus, Levédia, Etelköz, Magyarország. Így írja le a turáni típus útját az antropológus.
Kiszeli István elmutogatja, hogy a Kárpát-medence lakói vonásaikban különböznek a többi európai néptől, és elmondja, hogy itt él a legkevesebb nullás vércsoportú ember, és a legtöbb B-s, illetve AB-s típusú. De rögtön hozzáteszi, ez sem jelenti azt, hogy más fajták jobbak vagy rosszabbak lennénk. Más egy turáni típushoz tartozó embernek a vérnyomása, más a pulzusszáma, mint egy mondjuk egy nordikus, egy észak-európai, szőkekék szemű embernek. Más. Serényen folyik az aratás, tarlóbuktatás és cséplés munkája a magyar alföldön. Újra a múlt század. Kiszeli István elődei még úgy tartották, vidéken él, idézem, a tiszta magyar fajta. A városokban betelepített németekkel, illetve zsidókkal keveredett a lakosság. Az akkori kutatókat származástól és politikai nézetektől függetlenül az a gondolat foglalkoztatta, hogyan lehet úgy házasítani az embereket, hogy ideális utódok szülessenek. A szélső jobb igaz magyart akart, a szélső bal a dolgozók államát. A kettő nem zárta ki egymást. A romlatlan magyar parasztság képviselte volna az ideális tenyésztendő embertípust. Ugyanebben az időszakban Németországban ezekhez a szobrokhoz hasonlították az ideális tenyésztendő emberfajtát. A Budapesti Szépművészeti Múzeumban is van belőlük néhány darab. Szóval csak olyan gyerek láthatta volna meg a napvilágot, aki ha felnő, biztos, hogy az antik görög vagy római szobrokhoz fog hasonlítani. A németek úgy képzelték a jövőt, amilyen szépnek Leni Riefenstahl a jelent mutatta. Riefenstahl Adolf Hitler pártfogoltja és a náci párt propagandafilmjeinek rendezője volt. Nem az a probléma, hogy nem jó, ha valaki úgy néz ki, mint egy görög félisten, hanem a kérdés az, hogy mi legyen azokkal, akik nem úgy néznek ki. Itt kezdődnek a problémák. Magyarországon 1944-ben készült ez a fotó, az úgynevezett zsidókutatóintézetben, amelyet egy Bosnyák Zoltán nevű ember vezetett. Ő volt az Antiszemita Egyesület elnöke, és az ugyanilyen szemléletű Harc című lap főszerkesztője is. Ezek az újságírók ebben az épületben sokszor hivatkoztak a fajtakutatásokra, a tiszta és egészséges magyar fajtákra, később a fehér ember felsőbbrendűségére. Táblázatokat és felméréseket készítettek, hogy megpróbálják alátámasztani totális téveszméiket. Ez a szervezet kezdetben magántőkéből, majd csak nem fél évig a magyar állam pénzén működött. A 2004-es év Szeged a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Genetikai Intézete. Az itt dolgozó kutatók bizonyítani tudják, hogy testalkatunkat csöppet sem az határozza meg, hogy honnan származunk, hanem génjeink kiszámíthatatlan együttese. Mi országon belül akár jobban különbözhetünk egymástól, mint a világ másik részén élő embertársainktól. Például, hogyha veszünk egy fekete bőrszínű embert és egy európai embert, a két ember közötti különbségek 89%-a megtalálható minden ember között. És csak 10%-a körülbelül az, ami elkülöníti a fekete afrikait az európaitól, illetőleg az európait az ázsiaitól. Ma már genetikusok térképezik fel az embert, és persze gyógyítani akarnak, nem nemesíteni. 60 évvel a fajtakutatások után biztosat tudunk arról is, hogy nem mi döntjük el, milyen szemszín, testalkat vagy értelmi képesség örökíthető. Fogamzás után az egyetfejlődés során az anyai és az apai tulajdonságok véletlenszerűen keverednek. Zseniknek is születnek gyenge elmélyű gyerekei, tehát ez nem kötelező. Tinger professzor, elmegyógyász, a Sote pszichiátriai tanszékét vezeti. Azt mondja, leginkább az számít, hogy milyen környezetben növünk fel. Ha például valaki értelmiségi családba születik, akkor hamarabb lesz lehetősége olvasni, és így nagyobb eséllyel válik maga is értelmiségivé. Mint a szegény család gyermeke, akiknél még a napi élelem beszerzése is probléma, nemhogy a könyvvásárlás. Szóval mindez a születés pillanatában kezdődik, nem pedig azelőtt. Mozart, hogyha Pápua Új-Guineába születik, akkor valószínűleg sosem lesz belőle Mozart. Mert egy adott környezet kell ahhoz, hogy a genetikai alap megnyilvánulhasson. A genetikus professzor szerint hiába születik valaki olyan génállománnyal, hogy atlétikai világbajnok lehetne, ha futópálya közelébe se kerül, ha például az informatikába lesz szerelmes, lehet, hogy haláláig gyenge izomzatú lesz. A génállomány és a környezet vagy mind-mind véletlen, vagy az Isten által meghatározott sors. Így vagy úgy, semmiképpen sem tudunk beleszólni. Ha Mozart Pápua Új-Guineába születik, akkor adott esetben lehet, hogy nem lesz belőle zeneszerző soha, de mivel genetikailag
érzéke volt a zenéhez, például lehet, hogy meg tudta volna különböztetni a paradicsom madarakat egymástól a különböző énekük alapján. Amikor ezeket a képsorokat Riefenstahl rögzítette, akkor a német tudósoknak pontos elképzelésük volt arról, milyen méretű embert érdemes mutogatni. Mindent számításba vettek, az arckerületet, a mellkas körfogatát, de a testszőrzet sűrűségét is. Úgy gondolták, hogy ezek alapján eldönthető, ki mire jó, illetve hogy ki a legjobb. Ráadásul a kutatók úgy hitték, hogy ahogyan az emberek testalkata különbözik, úgyis aszerint a lelki tulajdonságaik is. Képességeket, vagy valamilyen speciális adottságokat megállapítani testi sajátosságokból, erre vonatkozóan semmiféle tudományos bizonyíték nincsen. A helyőrség ujoncainak eskütétele. A magyar honvédorvosok 1938-39-ben ezekkel az eszközökkel kutatták a fajtát, mással, mint a németek. Saját maguk készítették ezeket a felszereléseket, indoklásként csak annyit írtak, azért, mert a magyar ember más. Másmilyen mérce alá is kell venni. A végső következtetés azonban nálunk is ugyanaz volt. Idézem. A fajtát a testi tulajdonságokkal egyenlő mértékben határozzák meg a lelki tulajdonságok. Elvileg sem képzelhető el, hiszen az ember lelki konstitúciója egész más tényezőktől függ. Hasonlósági táblák, elkülönítő jellegek, hatalmas ábrák és grafikonok születtek. A honvédorvosok saját elhatározásukból kutattak, és nagyon is fontosnak tartották munkájukat, idézem. Európa államai egymás után helyezkednek faji alapra, és megoldást vár a zsidóság kérdése is. Most már nem arról van szó csupán, hogy milyen hely illeti meg az embert a természetrendszerében, hanem országok, nemzetek egyének élete forog kockán. Szinte forr az egész virág, hogy megtisztítsa magát a létre ártalmas elemtől. Ezeket a sorokat egy Rostóczi Ernő nevű tekintélyes orvos írta le, aki a kutatásokat vezette. A számára jó indulat volt, ember volt, jó szendékú volt, az emberekkel jól tudott bánni. Rendkívül jó madarú, nagyon szimpatikus ember volt. Olyan madarú emberek nem is igen találhatóak már. Rostóczi Ernő a fajta kutatás idején, a család által kalaposnak nevezett képen, és Rostóczi kalap nélkül. A halála előtt néhány évvel, amikor a II. Világháború után ide Hódmezővásárhelyre költözött, ahol körzeti orvos lett. Akkoriban már hozzátartozóival sem beszélgetett a magyar fajtákról, nem foglalkozott többet antropológiával. Ebben életének az utolsó szakaszában olyan embereket gyógyított, akik nem tudtak róla semmit. Halála után még 10-15 évvel is rendszeresen találtunk virágot a sírján. Tehát még néha most is előfordul, hogy idegen kis csokrocskák vannak elhelyezve. Csak ennyit tudtam, hogy volt. Akkor 45 előtt ezzel foglalkozott, hol, mint, milyen mértékben, azt én nem tudom. Az a löveg éppen olyan, mint ez az ágy. Bár ez az ágy küllemileg sem olyan löveg, mint az a tarac. Vajon mi vit rá tekintélyes orvosokat arra, hogy utánozni próbálják az Istent? Annyit biztosan tudunk, hogy a fajta kutatások azok után kezdődtek el, hogy az ember már égi magasságokig emelkedett a Zeppelinnel. Röntgen felfedezte az X-sugarakat és Robert Koch a baktériumokat. A 19. század végén, a 20. század elején van megint egy technikai forradalom, ami az embereket először mérhetetlenül naivvá teszi, mert azt hiszik, hogy a emberi ész az mindenféle problémát meg fog tudni oldani. A magyar királyi honvédorvosok csak nem 2 éves méregetés után meg voltak győződve arról, hogy valós következtetése jutottak. Hogy a vizsgált kiskatonák legnagyobb része, majdnem 30%-a ugoros fajta, de sok köztük a más lelkű dél-magyar és a megint más lelkű alföldi is. Kevesebb, mint 1%-uk más lelkű cigány, és alig több, mint 1%-uk más lelkű zsidó. Csak nem 15%-a valamilyen lelkű vegyes. Ezek az adatok, ma már biztosan tudjuk, teljesen értelmetlenek, semmire se jók. A magyar fajta kutatásokat annak ellenére, hogy többen és többször hivatkoztak azokra, soha nem használták fel semmire. Ezzel szemben Magyarországon mégis 3 zsidó törvény bevezetéséről döntöttek. A harmadikban már azt is szabályozták, hogy ki kivel házasodhat. Izraeliták nem kelhettek egybe keresztényekkel. És például a német megszállás után ezek alapján a jogszabályok alapján kezdték el deportálni a vidéki zsidókat. A rendelkezések német mintára születtek, ahol persze meg is próbálkoztak az ideális emberfajta honosításával.
mi írjuk a történelmet, az ember történelmet, nem a politikát, mert a politika az ma van, holnap nincs, az elmúlik. Kiszeli István, a 21. századi antropológus azt mondja, 60 éve a politikusok járatták le szakmáját, akik ideológiákat, elméleteket gyártottak a hibás kutatásokból. Ugyanakkor elismeri, hogy kollégái nem csak tévúton jártak, de el is feledkeztek valamiről, a természet tiszteletéről. Nem létező fajtákba sorolták az embereket. Ez alapján valamikor besorolták, ezen már túl vagyunk, nem lehet ez alapján besorolni. Ez... Ők ott tévedtek, vagy pedig még nem ismerték? Nem ismerték. Nem ismerték, de egy gyerekcipő volt. Ma már megcáfolhatatlan tudományos tény, hogy nem léteznek emberi fajták. Az egyének egymással szaporodni képes egyedek, mindannyian egyetlen fajnak, az emberi rasznak a tagjai vagyunk.